Már 12 évesen olajfestékkel vászonra festettem. Festőállványom is volt. Mindenről apám gondoskodott, aki nagyon akarta, hogy festő legyek. Tájképeket festettem természet után, és szinte mindig a Sümegi vár volt a képeim középpontjában. Maulbercs sümegi templomfreskói alapvető élmények számomra. Aztán a 60-as évek elején totális magányba, elszigetelségben kezdtem el informel műveimen dolgozni. A piszmogás, a vászon idegen volt tőlem, gyorsaság és a vehemencia egy új világba repített el, amelyben megtaláltam az informel valódi értelmét az angyalföldi lakásunkban. Aztán 1972-ben egy festővászony közepére egy rövid mondatot írtam, I am fed up with painting. Ebben az évtizedben csak konceptuális műveket hoztam létre, fotógépelés, mélát, performance, akció. Aztán kölni emigrációmat követően üresség vett körül, tétovasságomat nagy sokkal ütöttem el, aztán elkezdtem festeni. Talán a magány adta a kezembe az ecsetet. Csináltam egy kis hibát, de nézze, az teljesen elmegy, szóval az oké. Okay. Ja.